A tavaszi felmelegedéssel kikeltek a kullancsok. Az élősködők a tavaszi és a nyári időszakban veszélyt jelentenek az emberre és az állatokra. Elsősorban a cserjés és erdős területeken élnek. A kullancsoknak egy nagyon komoly és nagyon kifejlett mechanizmusuk van azzal kapcsolatban, hogy hozzátapadjanak az emberi szervezethez, tehát megérzik az emberi test hőmérsékletét, néha még az általunk kibocsátott széndioxidot. A kullancsveszéllyel szemben védekezhetünk. A különböző szerek 6-8 órás védelmet biztosítanak. Aki kirándulni indul, fontos, hogy ellenőrizze, milyen hatásfokú készítményt vásárolt. Ha az óvintézkedések ellenére mégis megcsíp a kullancs, fontos, hogy mielőbb eltávolítsuk az élősködőt. Minél tovább tartózkodik egy kullancs a testünkön, a testünk közelében, annál inkább veszélyes, és annál inkább megfertőzheti az illetőt, aki így módon áldozatául esett a támadásának. Minden ezredik kullancs fertőzött az agyhártya vagy agybelüggyulladást okozó vírussal. Sokkal gyakoribb a Lyme-kórt előidéző baktérium, amely minden tizedik élősködőben található meg.